azt tartja a mondás, hogy innen szép nyerni. Most viszont kell ahhoz, hogy kihasználja a lehetőségét. Hogy látod az első találkozót, és mit gondolsz a holnapiról? Jól mondtad, mindenféleképpen nyernünk kell holnap a szekszárdi pályán, ami nem lesz könnyű, de nem is egy lehetetlen küldetés. Én azt érzem, hogy sajnos kedden egy kicsit nem voltunk még talán ilyen playoff üzemmódban. Talán egy kicsit elaltatott minket a Sopron elleni hazai győzelem. Apró dolgokba hibáztunk, és nem voltunk olyan élesek, mint a Szekszárd. Ők sem játszották életük mérkőzésüket, de sokkal nagyobb energiabefektetéssel dolgoztak kedden, ezért is tudták megnyerni a mérkőzést. Úgyhogy ezzel mindjárt meg is válaszolom azt a kérdést, hogy mit kell másképp csinálnunk holnap. Mindenféleképpen mindent egy lapra fel kell tenni, és minthogyha az életünkért küzdenénk, úgy kell az első pillanattól a lefújásig harcolnunk, küzdenünk, és akkor be fognak esni majd a dobások, akkor jó döntéseket fogunk majd hozni, de a legfontosabb az az lesz, hogy tényleg szívünket, lelkünket kitéve, és úgy kell azt a meccset lejátszani, hogy nincsen másik, tehát nem tudjuk megismételni, hogyha valami bennünk maradt. Tényleg edzőként is ezt kértük a lányoktól, hogy adjanak ki mindent magukból, és úgy jöjjenek le a pályáról, hogy ennél többet már nem tudtak volna tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy visszajövünk ide Pécsre. Legyen így, köszönöm szépen.